Hát kellemes ünnepeket kívánok. Boldog karácsony. Azért iszok, mert most nem vezetek. Ugye már kaptam egy autót. Van hozzá jogosítványom, és nem félek használni. De most még nem tudom vezetni, mert össze kell rakni. Drip darabból. 150 darabból pontosan. Hát őt kaptam. Ha kész lesz, elmegyek a benzinkútra vele. Hát kicsomagolom akkor. Gyengébbek kedvéért. Ez egy 601-es Trabant. Kaszni. Az alváz. Majd fővégeztem rá a hattyúnyakat, ami el szokott rohadni a Trabantokon, ez a gyenge pontja. A gyengébbek kedvéért mondom. Ha vannak a szélvédők, első, oldalsó, szintén indexbúra, lámpa. Bontóba is be lehet szerezni, még van. Vannak a többi alkatrészek, doblemez, műszerfal, kipuffogó, dam-dram-dam-dam-dam-dam, és itt jön ki a füst, vonóhorgó. Hűha, itt van sok minden. Motor, laprugó, tank, 24 literes tank, de kell bele olaj is, keverjük. Ez még bejáratos lesz, úgyhogy 1 a 33-hoz fogom majd beleönteni az olajat, meg a benzint. Nem gázolaj, benzin. Motor, fedőrésze. Hát ez a kormány, ez 601-esé. Nem, ez négy ütemi kormány. Nem tudom miért, pedig 601-esben nem ilyen kormány van. Hát megbukott a gyártó nálam. Jobb baloldali. Féltengelyek. Tirisztó része. Ülések, ventilátor, kapcsoló, index sebbátó, hátsó lámpa búra, kormány összekötő, ez itt a hattyúnyak, lengőkar, pedálok, a többet ennyit ismertem ezen fel. Na, a következő, hűha. Belúzik egy kicsit. Ez itt a lemez az elejére. Ezek talán pedig a díszcsikok, a lécek. Az alumínium szellőző hátul. Terekáró ülések. 601-essel. Trabant. Műszerfal. Motorháztető. Az ülésnek az alsó részei. Lökhárító. Ezt valahogy nem ismerek fék. Hát, ez is a lökhárító, ez a hátsó. Ablaktörlő, lapát. Ez a teteje a Trabantnak. Ez a úgymond kárpit része. Első, hátsó. Teleszkópok. Első, hátsó. Hát ez nem is tudom, ez 118-as. Jelenleg beazonosítatlan tárgyak ezenbe. Az alváza. Hátsó ülés. Mivel hogy kombi, ezért csomagtartó. Hátsó része. Hát lesz vele munka, azt meg kell vagyni. Itt a leírás. Ugyebár hát Magyarországon vagyunk, de hát ez nem magyar. Egy biztos ollót kell használni. Megragasztó. Hát képek vannak.
nem kifestő, hanem hogy kell összerakni. Ha nem lesz egyszerű. Leíráshoz mondom, nincs magyarul. Itt van 4 darab kerék, meg a pótkerék. Idáig már eljutottam. Ezt megfogom. Így. Ide rakom. Ezt ide rakom. Ezt így. Ide rakom. Mind a gumis műhelybe. Ráfeszítem a gumit. És már pörög is. Már pörög is. Hát csak ki kell centírozni. Viszem gumishoz. Hát van 4 gumi kerék felnéve, és egy pótkerék. Hát a defektet kapok. Na szóval, ezt ide rakom, azt oda teszem, ezt ide rakom. Ezt nem kell ragasztani a kerekét. Ezt csak így össze kell pattintani. Így. És ugyanúgy. Forog. 2 kerék, 3 kerék. Ide rakom, oda rakom. Azt mondja, hogy 155/70 R10-es 3-as diagonál gumi. 8500 volt a nagy kerbe a gumi. Van még egy, most jön a pótkerék. Így. Ő lesz a pótkerék. Ez a pótkerék. És akkor mellette a 4 kerék. Vagy rá kell írni, hogy jobb első, jobb hátsó, bal első, bal hátsó és a pótkerék. Még kell ráérni? Hát ha majd fel kell tenni a téli gumit, mert ez nyári gumi, akkor tudjuk, hogy melyiket hova kell tenni. Akkor hozzálátok a szereléshez, majd a második videómban, most itt véget ért a műsor.